A Pannon Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ma október 28-a Simon és Simonetta névnapja van. 130 éve avatták fel a szabadságszobrot New Yorkban. Ma van az animáció világnapja. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. 39 nyertes startupos pályázó írta alá a Prosperitáti Alapítvány szerződését ma Szabadkán. A magyar-szerb üzleti tanács képviselőivel tárgyalt ma a tartományi házelnök. Nem tolerálják, ha valaki külföldieknek szolgáltat ki információkat, üzente a szerb belügyminiszter. Belső vizsgálatot indít a Magyar Nemzeti Nyomozóiroda a bőnyi rendőrgyilkosság kapcsán. Elkezdődött a Nemzetközi Jazz Fesztivál Szabadkán. További 55 nyertes pályakezdővel heteken belül kötik meg a megállapodást. A támogatások összértéke 65 millió dinár. Ezzel a második kör lezárult. Így mindenkinek gratulálok, akinek sikerült ezen a pályázaton nyernie. Farkas Imre, magyar külgazdasági attasé üdvözölte a nyertes pályázókat. A szerződést aláírók között volt a szabadkai Tóth Ottó is. Kilincset asztalt tegyük rá. A Tóth család fél évvel ezelőtt indította a műanyag nyilászárókat forgalmazó vállalkozását. Mint mondják, őket is meglepte a kereslet a Magyarországról importált alapanyagból készült termékek iránt. Külföldre készültek kivándorolni, de a magyarországi vállalkozói támogatás itthon marasztalta őket. Nem bánták meg a döntésüket. A pályázatnak köszönhetően egy kis haszongépjárművel tudunk szert tenni, amivel sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni, és gyorsabban tudunk szervizfolgáltatásokat elvégezni, és az ügyfelekhez kiérkezni, helyszíni felmérést elvégezni. A hajdújárási lakatos Tihamér faipari vállalkozását májusban nyitotta. A támogatást ő is fejlesztésre kérte, mégpedig egy faipari asztalos gép beszerzésére. 100%-os támogatást kaptam, 750 ezer dinárt kaptam, ez teljes mértékben fedi a gép költségeit. Ez a pályázati kiírás eltért a többitől. Az eszközbeszerzésen kívül képzést is magába foglalt, amelyen 114-en tettek sikeres vizsgát, és közülük 94-nek hagytak jóvá támogatást. Szabadkán most 39 személlyel kötöttek szerződést. Azért 39-en ennyien kezdő vállalkozók, ennyien alapítottak az idei évben vállalkozás, és ők már készen állnak a szerződéskötésre, az eszközbeszerzésre, tehát el tudják indítani a projektet. Nem szeretnénk őket gátolni, nekik szabad ötöt adunk a szerződés megkötésével. A többiek, akik munkanélküliként szeretnének vállalkozóvá válni, nekik már gyakorlatilag a cégbejegyzése előkészített, tehát a cégforma, a cégnév leellenőrzött, tehát minden előkészített, ők kaptak 3 hét időt, határidőt arra, hogy bejegyezzék a vállalkozást, és minden a szerződéskötéshez szükséges dokumentumot az asztalra tegyenek. Ezzel a második kör lezárult, a harmadik kört még idén kiírják. A magyar-szerb üzleti tanács képviselőivel tárgyalt ma a tartományi házelnök. A közös beruházások, a két ország közötti árucsereforgalom fellendítése, az új technológiák alkalmazása és a november végi együttes kormányülés előkészületei kerültek előtérbe. A mezőgazdaság, az idegenforgalom és az információs technológiák kerültek előtérbe a tanácskozáson, ugyanis ezek a területek a legfontosabbak a vajdasági magyarság számára. Különös tekintettel arra, hogy a vajdasági önkormányzatoknak milyen szükségleteik, igényeik vannak egyéb más területeken is. Ezek is szóba kerültek, és mindez annak a kontextusában, annak a szövegkörnyezetében, hogy a elkövetkezendő egy hónapon belül két magas szintű találkozó lesz a két ország között, egyes bizottsági társelnöki találkozó, illetve a legmagasabb szintű találkozó, és erre készültünk a magunk részéről, hogy konkrétumokkal lehessen majd előállni ezeken a megbeszéléseken. A Magyarország és Szerbia közötti árucsereforgalom megközelíti az évi 2 milliárd eurót. Szerbiának újszerű termékekkel kell előrukkolnia, ami megállja helyét az Európai Unió piacán is.
példaként ugye elhangzott a mai megbeszélésen, hogy Szerbiánál lényegesen kisebb ország, Szlovákiával a együttes árucsere forgalom többszöröse, mint amit itt számolunk, tehát lehetőségek vannak, ezeket ki kell használni. A tartományi képviselőház továbbra is támogatja az új projekteket és a vállalkozásfejlesztést. Az ezekre vonatkozó lehetőségeket egy közeljövőben megrendezésre kerülő üzleti bemutatón ismerhetik meg az érdeklődők. Nagyon fontos eleme volt a mai beszélgetésnek azoknak a cégeknek a lehetősége, akik például önkormányzatok vonatkozásában tudnak ajánlatokat tenni, például katasztrófavédelemben, tűzoltóautók vonatkozásában, vagy pedig önkormányzati létesítmények fűtése, energiaellátása szempontjából, amire úgy szintén egy programot fogunk szervezni az elkövetkező egy hónapban. Az üzleti tanács és a házelnök értekezletén a novemberi együttes kormányülésre való előkészületekről is tárgyaltak. Igor Mirovics is tárgyalt a magyar-szerb üzleti tanács képviselőivel. A tartományi kormányelnök a találkozót követően elmondta, Vajdaság kapui nyitva állnak a magyarországi befektetések előtt, támogatják a beruházókat a gazdaság bővítése érdekében. Hozzátette, szeretnék bemutatni a külföldi befektetőknek, hogy milyen lehetőségek rejlenek itt, melyek azok a területek, ahol meg tudnak jelenni. A tartományi kormányelnök szerint Budapest és Belgrád jó viszonya serkentheti a beruházási kedvet a régióban. Az önkormányzatok többsége már kialakított szabad ipari övezeteket, amelyek megfelelőek arra, hogy a külföldi beruházók megvalósíthassák terveiket, tette hozzá Igor Mirovics. Szerbia nem engedi meg, hogy rajta keresztül szervezzen bárki is puccsot, támadást vagy illegális megfigyelést más országban, jelentette ki Nebojša Stefanović. A szerb belügyminiszter az október elejé montenegrói választások kapcsán kialakult helyzetre reagált, amikor az információk szerint továbbra sem tisztázott kilétű személyek államcsényt akartak elkövetni. Szerbia elég erős ahhoz, hogy biztosítani tudja a békét és a stabilitást az országban. Hozzátette, tűrhetetlen, hogy bárki titkos információkat szolgáltasson ki külföldieknek, utalva arra, hogy a szerb biztonsági szolgálatokat irányító iroda ülésén nyilvánosságra került, hogy külföldi hírszerző szolgálatok fokozottan jelen vannak Szerbiában. Naša poruka da Srbija neće tolerisati da bilo ko ode bilo kakve podatke strancima, da ćemo se truditi da uhvatimo svaku osobu koja se bavi delovanjem koje nije u interesu našeg naroda i da to treba da imaju u vidu ne samo pripadnici bezbednostnih službi, nego svi oni koji ostvaruju kontakte sa strancima, a nameravaju da im predaju informacije koje mogu biti od značaja za našu zemlju. A 7. alaptörvény módosítás nemzeti ügy, amely nem köthető össze semmilyen pártpolitikai vitával, gazdasági kérdéssel, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A magyar miniszterelnök múlt heti Európai Uniós csúcstalálkozóról szólva felidézte, a megbeszélésen patthelyzet alakult ki, ugyanis a kvótajavaslat továbbra is az asztalon van, amit viszont Magyarország folyamatosan vétóz. A patthelyzet feloldásáról a soros szlovák EU elnökségnek kell előterjesztést készítenie decemberre. Véleménye szerint elképzelhető, hogy ez sikertelen marad. Ha így lesz, Magyarország ellen fog állni, nem fogja végrehajtani a döntést és beperli az Európai Bizottságot. Nagy csata lesz. Ehhez nekünk kell az alkotmány, fejtette ki Orbán Viktor. Szólt az országban tartózkodó migránsok ellátásáról is. Szerinte az valódi gazdasági teher. Ezért döntött úgy Magyarország, hogy egy migránsnak a napi ellátását tekintve egy kalap alá kell tartoznia a magyarokkal. Itt nem egyszerűen biztonsági kérdésről van szó, mármint hogy ahol több a migráns, ott megnő a bűnözés. Nem egyszerűen terrorveszélyről van szó, ahol sok a migráns, ott elszaporodnak a terrorcselekmények. És nem csak kulturális identitásról van szó, hogy ahol a idegen kultúrából érkező közösségeknek száma megnő, ott a saját kultúránk is veszélybe kerül, hanem egy valódi gazdasági teherről is. Második kerítés épül a meglévő mellé a magyar-szerb határon. A napokban kezdték el a munkálatokat a magyarországi Bács-Kiskun megyében. Bács-Szentgyörgy és Gara között a műszaki zárat jelenleg összesen 10,3 km hosszúságban fogva tartottak építik. A munkálatokban a honvédség egyelőre nem vesz részt.
Bácskiskun György békés kisfalu a magyarországi Bácskiskun megyében, a falutól csupán pár száz méterre található a szerb-magyar határ. Amióta tavaly megépült a kerítés, a migránsok nem járnak be a faluba. Mostanában nem igen járnak erre, nem. Szóval nyugalom van, csend van. A határőrség az elég jó működik. Nem volt még probléma a faluba. A szomszédos Gara településen szükségesnek érzik az új kerítés építését. Szükségesnek. Nem akarjuk, hogy a hónap után már itt legyenek a kertünk alatt. Meg őrezzük meg még ezt a kis Magyarországot, ami Trianonba széttéptek. Igen, ez az igazság. És maradjunk magyarok, nem akarunk, mi kell iszlámosodni. Ne legyenek itt mecsetek, szóljon ez a harap, szóljon a reformátusoké. Maradunk magyarok. Az új határkerítés az elkészült határvédelmi szervek reagáló képességét javító, úgynevezett manőverút Magyarország felőli oldalára épül. A biztonsági határzár mellett húzódó 150 km hosszú út nemrég lett kész és lehetővé teszi, hogy a rendőrök és katonák esőben és hóban is folyamatosan tudjanak járőrözni. Hát most én is ahogy hallom, hogy második kerítés is lesz, tehát betonozó, tehát ilyen aszfalt, tehát szilárd útburkolat lesz. Meg az, hogy hőkamerák lesznek állítólag. Az új kerítéshez szükséges építőanyagokat már odaszállították Bárszentgyörgyre. Ezekből az elemekből készül az új úgynevezett okos kerítés, amely éjjellátó, hő és mozgásérzékelő kamerákkal lesz ellátva, így ha hatásértést érzékel, azonnal riasztja a határrendészeket. Az új kerítésnek köszönhetően kevesebb határőrnek kell majd szolgálatban lennie és járőröznie. A munkálatokat nem tudtuk megnézni, mivel az esőzések miatt akkora sártengerek alakultak ki, hogy csak traktorral közelíthető meg az építési terület. Belső vizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Nyomozó Iroda Pálvölgyi Péter kiemelt főnyomozó halála miatt, értesült a Magyar Idők. A lap szerint a vizsgálat részeként tisztázzák a parancsnoki felelősség kérdését is, hogy hibáztak-e, amikor Bőnybe csak a nyomozókat küldték, és nem kérték a terrorelhárítási központ támogatását, pedig tudhatták, hogy fegyverek lehetnek a férfinál. A szélsőjobboldali nézeteiről is ismert személy tagadta a gyilkosságot. Állítólag azt mondta, hogy véletlenül lőtte le a 46 éves nyomozót. A TEK munkatársai szerda reggel szó szerint menetből rohanták le a rendőrgyilkos házát, mert úgy ítélték meg, hogy a lőtt sebe miatt folyamatosan romlik az állapota. Györkös István még ekkor sem adta meg magát, bezárkózott az egyik szobába, és továbbra is a rendőrök megölésével fenyegetőzött. A kommandósok végül fegyverhasználat nélkül elfogták, majd a sérülései ellátása után átadták a mentőknek. A központi nyomozó főügyészség szerda este a férfit a kórházban gyanúsítottként kihallgatta, majd őrizetbe vette. A gyanú szerint szerda reggel egy gépkarabélyból 5-6 lövést adott le a Bőnyi lakásához házkutatásra érkező rendőrökre. Az egyik lövés eltalált egy nyomozót, aki a helyszínen meghalt. A központi nyomozó főügyészség a szökés elrejtőzés veszélyére, a büntetőeljárás sikere meghiúsításának veszélyére, illetve a bűnismétlés veszélyére tekintettel indítványt tett a gyanúsított előzetes letartóztatásának elrendelésére. A győri járásbíróság az indítvánnyal egyezően elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását. A meghallgatást Györkös István kórházi ágyánál tartották meg. A férfi a nyomozási bíró előtt rövid vallomást tett, de tagadta a terhérrel ott bűncselekmény elkövetését. A letartóztatás ellen viszont nem fellebbezett, így az jogerős. Meghallgatása után még egyszer megvizsgálták az orvosok, akik úgy ítélték meg, hogy lőtt sebe ellenére szállítható állapotban van, nem igényel folyamatos intézeti ellátást. A férfit ezért szigorú biztonsági intézkedések mellett átvitték a Tököli Rabkórházba. A Györkös István szállító mentőt a terrorelhárítási központ járművei vették körül, a konvojt szirénázó rendőrautó vezette fel. Közben Györkös István házánál tovább helyszíneltek a rendőrök. A 74 éves férfi alapította 1994-ben a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű hungarista mozgalmat. Ő maga nemzeti szocialistának vallotta magát, uszító kijelentései miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Egy rövid gyászszünettel emlékezünk kollégánkra. A szolgálatellátás során tegnap elszenvedett támadás következtében elhunyt
Pálvölgyi Péter rendőr alezredes úrra, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kiemelt főnyomozójára. Gyászszünettel kezdődött a Macedóniába induló kontingens ünnepélyes búcsúztatása a készenléti rendőrség laktanyájában. Közben elkezdődött a halálesettel végződő rendőri intézkedés, illetve a fegyverhasználat szakmai vizsgálata is, ami független a rendőrgyilkosság miatt folyó ügyészségi nyomozástól. 14 ezeren vallották magukat magyarnak Horvátországban a legutóbbi népszámláláson. Közben a kivándorlás óriási méreteket öltött a szomszédos országban is. A magyarok közül is sokan költöztek Németországba, Ausztriába vagy az anyaországba. A legtöbb magyar Eszék-Baranya megyében él. Kihaltak a horvát-szerb határ mentén található Erdőd utcái. A késő délutáni órákban csupán néhány gyerek focizott az iskola udvarán, idős asszonyok siettek a templomba. Az erdődi járásban mintegy 400 magyar él. Magyar Oktatási Intézmény híján a gyerekek csupán a jelenleg is felújítás alatt álló Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesületben tanulhatnak a magyar történelemről, és itt ismerhetik meg a hagyományokat. Van két tánccsoportunk, az ifjúsági és a gyermektánccsoport, ugyanis valamikor, mikor kezdtük 2000-ben, akkor csak egy tánccsoportunk volt, de hát az évek során most már azok, akik valamikor táncoltak, most már azoknak a gyerekei táncolnak a kis tánccsoportba. Van tamburazenekarunk, a tánccsoportot kísérik. A helyiek szőlészetből és földművelésből élnek, és bíznak az idegenforgalom fellendülésében is. Erdőd látványossága a dombtetőn álló 15. századbeli téglából épült vár. Vukováron még látszanak a 90-es években zajlott háború nyomai. Akkor sokan elmenekültek, mára mindössze 347 magyar maradt a 30 ezeres településen. A nyáron átadott vukovári magyarházban változatos programok szervezésével próbálják összetartani az itt élő magyarokat. Nem is vagyunk annyian, hogy lehetne egy iskola, vagy óvoda, vagy pedig, hogy hát magyar nyelven, ugye, hogy tudnánk többet beszélni. De ezt mind bepótoljuk az egyesületen belül, ahol vannak klubnapjaink, vannak anyanyelvoktatással foglalkozunk, gyermekeket, felnőtteket tanítunk újra, hogy a magyar szó előjöjjön. Az 50 éve vegyes házasságban élő Ilonka néni aktív szerepet vállal a közösségben. Megtanultam az édesanyámtól mind a magyar ételeket, és amit kell magyarul megcsinálni, magyar ételt, azt én csinálom. De mindig musz olyan csípős, erős lenni. A Vukovári Magyarok Egyesületének elnöke elmondta, a településen élő nemzeti kisebbségek közül a magyar közösség a legaktívabb. A város vezetősége minden támogatást megad nekik. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 5 új tanteremmel bővült a topolyai alapfokú zeneiskola. Minden szentek ünnepére és halottak napjára készülünk. Óvodások faragtak tököt a Pannon Rádió reggeli műsorában. Előtte azonban kapcsoljuk Loboda Árpádot. Szervusz Árpád! Csemegézzünk most a közügyek témáiból. Mivel foglalkoztok a mai adásban? Szervusz Noémi, köszöntöm a nézőket. Gazdasági támogatásokkal kezdjük a mai műsort. 65 millió dinárral járul hozzá a Prosperitáti a pályakezdéshez. Szótejtünk magyarországi informatikai cégek befektetési szándékairól, ez mellett az ivóvíz minőségéről és az ünnepek közelettével a temetők állapotáról is beszélünk. Tartsanak velünk! Köszönjük, Árpád! Érdemes lesz tehát velünk tartani a híradó után is. Bővült a topolyai alapfokú zeneiskola épülete. A felújításnak köszönhetően 5 új tanteremben folyhat zeneoktatás a 330 diák részére. A munkálatok 2 millió dinárba kerültek, amit évek óta gyűjtött az intézmény. Az 50 éves múlttal rendelkező topolyai alapfokú zeneiskolában jelenleg 330 diák tanul. 9 hangszeren van lehetőségük játszani, illetve énekelni. Én harmonikát választottam, és azért választottam ezt, mert a családomban sok mindenki ezt választotta, ezt a hangszert, és én is azért szeretek játszani.
5 éve játszom zongorán a Tudiosi Arabella tanárnőnél, és hát szeretek zenét hallgatni. A zeneiskola udvari részén 4 új tantermet építettek, a további átalakítási munkálatoknak köszönve pedig még egy új termet sikerült biztosítani. Mindenki tud saját tanterembe dolgozni, az idejét akkor beosztani, amikor neki megfelel, vagy a gyerekeknek megfelel. Eddig nagyon sokat kellett alkalmazkodunk egymáshoz, gyerekekhez, többi iskolákhoz. A munkálatok 2 millió dinárba kerültek. A szülői hozzájárulásból nem vettünk hangszert, nem vettünk zongorát, amire tényleg nagyon szükségünk lett volna, de felépítettük ezt az iskolát, és ebbe fektettük be a pénzt. Így összesen 11 tanteremmel dolgozhatunk, ami most már nagyon-nagyon nagy boldogság számunkra. Minden tanárnak megvan a saját tanterme, és így sokkal minőségesebb munkát tudunk végezni. A Topolyai Zeneiskola további tervei között szerepel az udvari rész befedése, valamint a koncertterem felújítása is. Felújítják a Josip Kramer utcát Kúlán. A beruházás értéke 56 millió dinár. A helyreállítást a település helyi közösségei és az önkormányzat finanszírozza. Megrongálódott a sétány az évek során a víz és gáz vezetékek, illetve a szennyvízzel vezető csövek lefektetésekor. Itt volt az ideje a felújításnak. Régen váltunk, mert borzalmas állapotban voltak a járdák, úgyhogy már kéztörés, lábtörés, mindenféle dolog történt. Hát most azt ígérték a vezető személyek, hogy hát gyönyörűen meg fogják csinálni. Remélem, hogy igazuk lesz. A Josip Kramer Kula egyik legforgalmasabb utcája, számos kávézó, cukrászda, üzlet található itt. A felújítás során új útburkolatot, valamint új kiépített sétányt is fog kapni. Jelenleg a járdát kövezik le. Szeretnék az utcát olyanná tenni, mint valamikor volt, hogy az emberek szívesen járnak oda a fagyira vásárolni, de az mellett egy kulturális szép környezetben legyenek. Ez a beruházás 56 millió dinárba került, és a két helyi közösség, az alsóvárosi helyi közösség, a felsővárosi helyi közösség és az önkormányzatnak a pénzeléséből sikerült megoldani. Az elképzelések szerint 20 napon belül a munkálatok befejeződnek. Új járdával és egy elektromos haranggal bővült a Bajai úti temető városi része Szabadkán. Az illetékesek a temető takarításával készülnek Minden Szentek ünnepére és halottak napjára. A helyiek is megkezdték hozzátartozóik sírhelyeinek rendezését. Kerebjével és seprűvel érkezett Mária és Ilona a Bajai úti temetőbe. Miután közeli hozzátartozóik sírját megtisztították, egyik ismerősük édesanyjának nyugóhelyét is kigazolták. Az asszony beteg, és akkor mink eljövünk. Ezt tiszta humanitárisan akarjuk ezt csinálni. A két idős asszony a közelgő ünnepeket egymás támogatásával tölti. Nagy családok voltunk, de sajnos az én... Csak ketten maradtunk. Ketten maradtunk. Együtt ünnepelünk. Egy másik sírboltnál Miskolci Ilonka tevékenykedett. Virágokkal és gyertyával tette szebbi a családi kriptát Minden Szentek ünnepére és halottak napjára. Most ezt a virágot veszem, ami most ehhez az időszakhoz illik, krizanténok, még ilyen dolgok ezekkel. És hát így rendezem, hogy szép legyen. Az illetékesek egy új járda kiépítésével és egy elektromos harang elhelyezésével bővítették a Bajai úti temetőt. Az ünnepek előtt a leveleket is eltakarítják, és a sövényeket is levágják, mondta Veszna Prütyic, a Szabadkai Pogrebno temetkezési közvállalat igazgatója. Sada se radi na završnim radovima, sakupljanje smeća, lišća, kao i završetak onih radova koji su započeti u toku godine, a nisu mogli biti završeni, između ostalog jedna betonska staza u Bajskom groblju ukupne dužine 210 metara, električno zvono koje ćemo i blagosloviti u petak kako bi se moglo koristiti. A Bajai úti temető az ünnepek ideje alatt november 1-én és 2-án este 9 óráig tart nyitva.
Tököt faragott a Mókus óvoda Alma csoportja a Pannon reggeliben. A 20 kisovis élő rádióadásban tanította meg a műsorvezetőknek, hogyan kell Halloweenre félelmetes tökfejeket készíteni. Az alkotásokat befejezték, a takarítónő kivételével mindenki elégedetten távozott. Szerbusztok, a Mókus óvodából jöttünk tököt faragni. 20 óvodás, egy apró rádióstúdió, 2 műsorvezető és 4 tök. Mindez a mai Pannon reggeliben a 91,5 MHz-en. Hogy kell tököt faragni? Úgyhogy megrajzoljuk elsőbb úgy, hogy akarjuk, amit akarsz rá csinálni, aztán meg oda vágsz bele, és elkezdett faragni. Faragtatok már tököt? Igen. És rádióstúdióban faragtatok már tököt? Azt hiszem, hogy én még nem. Megrajzoljuk hát az arcát. Minél mérgesebb legyen. Tehát nézzük, ilyen szemöldököt is tettünk, ilyen mérgesen néz ki. Látjátok? És most jönnek a fogak. Egyébként nagyon élvezem. Azt hiszem, hogy abba hagyom ezt az egész tévézés, rádiós dolgot, hanem tök vájással fogok foglalkozni. A gyerekeket 2 csoportra osztották, hogy mindenki beférjen a stúdióba. Amíg az egyik csapat az élőadásban faragott, a többiek a főszerkesztői irodát foglalták el. Elkészült a töklámpás. Tudod-e, hogy miért készítünk ilyeneket? Mert Halloween lesz. És mi az a Halloween? Jelmezekbe kell öltözni. Elkészült ez a töklámpás, kifaragtátok. Mit kell vele most csinálni? Beletenni gyertyát és meggyújtani. Pedig a műsorvezetők csak egy nyugodt, békés halloweeni műsort akartak. Én csak egy óvónénit akartam igazából, vagy szerettem volna, mert egész héten azon gondolkozom, hogy ki tudhat tököt faragni. És akkor rájöttünk, hogy nyilván az óvónénik. És akkor felhívtuk az óvónénit, és mondta, hogy jó, de ők úgyis mennek valami ünnepségre, akkor jönne 20 gyerek. Itt borult minden, de hát igazából nekem próbálták mondani, hogy az nem lesz jó feltétlenül, ha 10 gyerek van bent, óvónéni, kamerás, technikus, stb. De én mondtam, hogy ugyan Máté, ezt rosszul tudjátok, és bejöttek a gyerekek, tehát például gyereket úgy tököt belső tisztítani, hogy így repül a tök mindenfelé, és úgy kell, hogy elkapdossam, mert ugye csak egy stúdióról van szó. Erre sose gondoltam volna. És hogy mi történt a műsor után? Beke és Zvekán nem tudott szabadulni a tökfaragástól. Másfél tonna téli és nyári, jó minőségű, használt ruháról, jutányos áron eladó. A gyerekek pedig elbúcsúztak. Sziasztok! Elkezdődött a 7. Nemzetközi Jazz Fesztivál Szabadkán. A Gyermekszínház színpadán először a vajdasági zeneiskolák diákjai és tanárai mutatkoztak be. A 2 napos fesztiválra Magyarországról és az Amerikai Egyesült Államokból is érkeznek művészek. Teljesen megtelt a Szabadkai Gyermekszínház nézőtere. Először a Szabadkai Zeneiskola diákjai játszották a műfaj jellegzetes ritmusait. Zabos Regina 2 éve fejezett a zeneiskola diákjaként, jelenleg másodéves a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola jazz tanszakán. Számomra, meg szerintem sok mindenkinek a szabadság, amit ez a jazz műfaj nyújt, az improvizáció, szerintem sokan ezért szeretik, legalábbis én ezért szeretem a jazz műfajt. A Zabos Regina bandben az énekesnő egykori és a zeneiskola jelenlegi oktatói is játszanak. Szabadkán 8 éve létezik jazz szak. Egyre több fiatal érdeklődik ez a szak iránt, és ez egy jó dolog. Bővítjük a dolgokat, egyre több hangszeren lehet jelentkezni. Jelen pillanatban zongora, dob, ének, gitár, és basszusgitár nagybőgő, de fúvós szakon is elérhető. A 7. Nemzetközi Jazz Fesztiválon a szerbiai és a magyarországi előadók mellett Los Angelesből is érkeztek előadók. Olyan nevek, mint a Yellow Jackets az idén, vagy mint Szőke Nikolett, ezek nagyon nagy nevek. Európában és világszinten is, úgyhogy amíg sikerül ilyen nagy neveket hoznunk, addig persze szervezik. Szabadkán és környékén kevés lehetősége van a zenei műfaj művészeinek a bemutatkozásra. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a jazzik.
Vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Ez azt jelenti, hogy szombatról vasárnapra virradóra egy órával többet alhatunk, hiszen hajnali 3-kor 2-re kell visszaállítani az órákat. A téli időszámítás miatt a napok rövidülnek, korábban sötétedik, emellett pedig a tél közeledését is jelzi. A téli és nyári időszámítás bevezetése energiatakarékossági okokból történt a múlt században. A legújabb számítások szerint azonban már nem lehet ezzel a módszerrel energiát megtakarítani, ugyanis átalakultak az energiafogyasztási szokások. A téli időszámítás március utolsó vasárnapjáig tart. Sorsoltak a német kupában. A nyolcad döntők sorsolása kedvezőtlen volt a Dárdai Pál által vezetett Hertának, ugyanis idegenben a bombaformában lévő Borussia Dortmund ellen kell, hogy pályára lépjenek. Dárdai a sorsolást követően azt nyilatkozta, hogy bár jó formában van a csapata, könnyebb ellenfelet is el tudott volna képzelni csapatának. Hozzátette, bizakodik a mérkőzést illetően, és igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy megnehezítsék a Dortmund dolgát. Eddig tartott a híradó. A legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. 39 nyertes startupos pályázó írta alá a Prosperitáti Alapítvány szerződését ma Szabadkán. A magyar-szerb üzleti tanács képviselőivel tárgyalt ma a tartományi házelnök. Nem tolerálják, ha valaki külföldieknek szolgáltat ki információkat, üzente a szerb belügyminiszter. Belső vizsgálatot indít a Magyar Nemzeti Nyomozóiroda a bőnyi rendőrgyilkosság kapcsán. Elkezdődött a Nemzetközi Jazz Fesztivál Szabadkán. Köszönjük figyelmüket! Amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra a pannonrtv.com-ra. Most kezdődik a Közügyek Loboda Árpád műsorvezetővel és Toma Viktória szerkesztővel. A témákból: újabb nyertes pályázókkal írt alá szerződést a Prosperitáti Alapítvány, épül a vízgyár Nagybecskereken, vízminőség a Vajdaságban. A Pannon gazdában feltesszük a kérdést, hogyan éri meg juhtenyésztéssel foglalkozni. A Szubjektívben a Szabadkai Népszínház szerb társulatának művészeti vezetőjével, Ólya Gyorgyevicsel Husnyák Andrea beszélget. Az este 8 órai híradó után a Vérrel és kötéllel című magyar filmdrámát vetítjük. Tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!